A miniszterelnök előrelépésről, az ellenzék Brüsszel előtti meghajlásról beszél Orbán Viktor tegnapi uniós egyeztetése kapcsán. A miniszterelnök két kérdésben egyelőre nem enged, a jegybankelnök eskütétele és fizetése ügyében. Egy szakértő híradónknak azt mondta, a magyar kormány vélhetően kénytelen lesz ezeket is feladni, mert ezen bukhat az IMF-EU megállapodás. Majd egy erős napon volt. Orbán Viktor szerint minden vitás kérdésben előreléptek Barrosóval a tegnapi tárgyaláson. Várják a bizottság javaslatait az adatvédelmi rendszer megerősítéséről, a bírák kötelező nyugdíjaztatásával kapcsolatban pedig azt, hogy a bizottság mutassa ki a diszkriminációt. De törlik például a Nemzeti Bank és a PSZÁF összevonásáról szóló törvényt, és a Monetáris Tanács külsős tagjainak felmentéséről szóló jogszabályt is. A kormány delegáltjai pedig nem vesznek majd részt a Monetáris Tanács ülésén. Nekem nem áll módomban egész egyszerűen. A jegybankelnök esküjével és fizetésével kapcsolatban továbbra sem hajlandó változtatni a kormány. Nem tudok kivételt tenni, és ha még én tudnék is, a magyar parlament nem fog tudni kivételt tenni az alól, hogy a közszolgákra vonatkozó általános fizetési korláttól bármelyik intézmény esetében eltekintsünk. Ez egy óriási pofon a kormánynak, ez vitán felül áll. Kiszeli Zoltán politológus úgy látja, bár presztízsveszteséggel jár, de a kormánynak előbb-utóbb engednie kell majd a két nyitott kérdésben. A csalódott választókat pedig szerinte a stabil árfolyam majd kárpótolja. Azt gondolom, hogy a kormány kénytelen lesz engedni, mert Magyarország nem tudja finanszírozni a tavaszon túl az államháztartási hiányát, és így egyszerűbb lesz, hogyha a megállapodás meg lesz, és a tárgyalások elkezdése feletti öröm elfeledteti szerintem azt, hogy hogyan jutottunk el a tárgyalások elindításához. Magyarországnak a közeljövőben lépéseket kell tennie, hogy teljesítse az előfeltételeket, és a tárgyalások megkezdődhessenek egy elővigyázatossági IMF-EU programról, mondta az Európai Bizottság pénzügyi biztosa. A miniszterelnök szerint bármikor elkezdhetnek tárgyalni. Én jó reményekkel vagyok e tekintetben, hogy ezek a tárgyalások hamarosan megindulhatnak. Nagyon bízom abban, hogy ez nem pusztán egy taktikai visszavonulás a miniszterelnök részéről, hogy amíg nagy a lángja és füstje ennek a kritikának és vitának, addig eljátsza ezt a kompromisszum kész valakit, majd utána változtat. Az MSZP szerint a kormány közelebb került a hitelkeret megállapodáshoz, a Brüsszel által vitatott törvényeknél pedig a szocialisták alaptörvénymódosítást kezdeményeznek. El lehetett volna kerülni ezeket a felesleges háborúkat, amelyekből most visszavonul a magyar kormányfő, hiszen olyan kérdések körül robbantak ki ezek a konfliktusok, amelyekre az LMP már a ezeket kiváltó jogszabályok meghozatalakor felhívta a figyelmet, hogy ezek ütköznek az uniós joggal. Az LMP szerint Orbán Viktor meglengette a fehér zászlót Brüsszelben, mert szinte bármilyen kérdésben hajlandó engedni az uniónak.